Szeged alsóvároson található napsugaras tájház nem csak berendezésével mutatja, hogyan éltek elődeink régen ezekkel a napsugár motívummal díszített parasztházakban. Számos olyan programnak is helyet ad, amely még élőbbé teszi a hagyományokat. A tájházi kincskereső elnevezésű programsorozat keretében legutóbb a mártonnapi népszokásokat elevenítették fel kézműves foglalkozás kíséretében. Ha Márton nap, akkor nekem mindig egy dolog jut eszembe, hogyha egy elsőre meghallom, méghozzá azt, hogy ilyenkor a pásztorok ugye elmentek házakhoz, és elvitték minden házhoz Szent Mártonnak a vesszejét, vágtak valamilyen vesszőt, aminek az a lényeg, hogy minél több ága legyen, és akkor házról házra mentek, és akkor jó kívánságot vittek a házban élőknek, de azt mondták mindig, hogy jó estét kívánok, meghoztuk Szent Márton püspök vesszejét, annyi disznaja legyen, mint ennek az ágaboga. És nagyon sokszor oda is adták ezeket az ágakat, és ugye ez egy termékenységi jóslás, és az áll a háta mögött, hogy annyi disznót kívánnak a családnak, ahány ága van ennek a vesszőnek. A Márton naphoz kötődő jellegzetes motívum nem más, mint a liba. Ez onnan ered, hogy a legenda szerint Szent Márton egy libaolban próbált elrejtőzni, mikor püspökké akarták megválasztani, de a ludak elárulták gágogásukkal. Ennek emlékére a tájházi kézműves foglalkozáson libás asztal és ajtódíszeket készítettek a résztvevők. A gyerekeket a munkafolyamat során szüleik, illetve a tájház önkéntesei egyaránt segítették. Először is abból indulunk ki, hogy tavaly miket csináltunk, vagy pár évvel ezelőtt, és próbálunk mindig valami újítást behozni, ha más nem valami új kézműves technikát. Megnézzük, ugye vannak kimondottan, én főképp a német kézműves könyvekből szoktam dolgozni, tehát ugye először is megnézzük, hogy milyen kézműves dolgokat készítsünk a gyerekekkel, kiválasztjuk a megfelelő sablonokat, anyagokat, és aztán elkezdjük mondjuk két héttel előtte a prototípusokat elkészíteni. És akkor minden évben van valami új, amivel dolgozunk. Én nagyon-nagyon szeretem azt, hogyha nem ragadunk le a papírnál, hanem pár évvel ezelőtt elkezdtünk falibákat festeni. Aztán tudom, hogy volt egy olyan év, amikor kerestünk olyan tököket, aminek egy kicsit olyan liba feje volt neki, és akkor abból készítettünk libákat. Illetve most a német mintára elkezdtünk üvegképeket festeni. Ha varrunk, akkor kétféle anyagból, tehát vagy valamilyen pamut anyagból varrunk, ami vagy fehér, vagy pedig ilyen szürke színű, és mi azért főképp gyerekekkel dolgozunk, ezért ugye ezt férc technikával dolgozzuk, egy oda-vissza öltéssel, méghozzá fonákon varrunk, és amikor ugye készen van, akkor kifordítjuk és megtömik, illetve ami nagyon kedvelt anyag, és nagyon könnyen tudják akár a gyerekek is, és ezt óvodáskortól is, az pedig a filcanyag, és a filcanyagot nagyon jól lehet pelenka öltéssel. Lili, elvartam, és itt az újat, tessék. Mi van? Szerintem semmi, csak másképp hoztad be. Azt gondolom, hogy azért fontos ezeket a szokásokat megtartani, mert régen is az embereknek az életében mindig ezek a jeles napok egy ilyen biztos pont volt az életükben. Tehát, hogyha bármi történik is, akkor is ezek az ünnepek megmaradnak, és ezek a szokások is, és ezekhez igazítják a kicsik is életüket.
Arról nem is beszél, hogy ez szerintem mindig izgalmas, hogyha ha valami szokást újjá alakítunk, vagy újra felfedezzük, vagy csak megtartjuk úgy, ahogy régen volt. A családias hangulatú rendezvény végére egy egész fészekalja liba készült el különböző anyagokból. A gyerekek magukévá tették Szent Márton történetét.